Szia, üdvözöllek, Petrik Balázs vagyok ismét, de most nem a autó volánja mögül üdvözöllek, hanem a otthon melegéből, az én kis házi hangstúdiómból, és most adok egy kis rövid betekintést. Hát így ne egy profi hangstúdiót képzelj el, de nem is ez a lényeg, hanem ez egy kis házi zeneszoba, ahol készülnek naponta a hangfelvételek. Hát én egy pár hónapja most szinte itt lakom bent ebbe a kis helységben, mert ez nem azt jelenti, hogy ki sem mozdulok, ki sem megyek. Elköteleződtem valami irányba, feltettem az életemet valamire, hiszen nem kifogásokat keresek, hanem dolgozom. Jó, emellett mást is tudok csinálni. Most videókat készítek, kommunikálok veled az interneten keresztül, és köszönöm, hogy ide kattintottál. Ebben a rengeteg sok hirdetés és ajánlat között, ugye mindenki tű a szénakazalban. Csak nem mindegy, hogy hogy találják meg. Szóval a mai témám a kifogásokról szól. Hé, te ember, neked mi a kifogásod? És Nik Vujicicnek mi a kifogása? Aki nem ismerné Nik Vujicicot, az a következő a sztori vele kapcsolatban. Ő egy végtagok nélkül született fiatal ember, akit én nagyon tisztelek és becsülök. Nem csak azért, mert teljes életet él, hanem olyan életfilozófiával rendelkezik, amivel nagyon-nagyon-nagyon kevés egészséges végtagokkal rendelkező ember. Hát nézd meg, kitettem most ide egy képet. Családja van. Ugye van egy gyönyörű szép felesége, meg most született nemrég egy kisfiúk. Családja van, teljes életet él, sportol. És szóval hihetetlen egy emberke. És most arra tette fel az életét, hogy mivel Isten nem adott neki végtagokat, olyan szívet adott neki, amit ő más embereknek átad. Szóval azt a rengeteg szeretetet és önbecsülést. Tehát az a terve, körülbelül most az utóbbi, illetve az elkövetkezendő 5 évben az a terve, hogy legalább 1 milliárd emberhez szeretne eljutni. 1 milliárd nem, hanem 2-höz. Tehát már az egész világon ismerik. És vele kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy ez a pozitív életfilozófia. Hogy igenis ő nem a kifogásokat kereste. Jó, elmesélte. Amúgy ide fogom linkelni azt a riportfilmet, amit Vuj Trütko és egy másik munkatársa készített vele, hogy ő is nagyon sok rossz napot megélt emiatt. Hát gondolhatod, rengetegen csúfolták, gúnyolták, kiközösítették, hogy te mit keresel közöttünk, te ki vagy, te nem emberek közé való vagy, és ez nagyon rosszul esett neki. De nem mondom el, hogy miket mondott, az benne van ebbe a videófilmben, nem akarom lelőni a poént, nézd meg, mindenképpen ne hagyd ki. Úgyhogy én nagyon sok emberrel találkoztam, aki kereste a kifogást. Nagyon sok olyan emberrel. Amikor találkozókra kellett valakit el, hát nem kellett, csak meghívtam. Vagy egy találkozóra, vagy egy színházi előadásra, vagy teljesen mindegy. Engem az bántott, hogy az illető nem volt hozzám őszinte. Hát de most mit találsz ki kifogásokat? Nem érdekel, utálsz, nem élsz rá, de ne keres kifogásokat, ember, amikor már harmadszor megkérdezem, hogy biztos, hogy ráérsz. Jaj, hát nem, mert nekem most ide meg oda kell elmenni, meg ez van, meg az van, fáj a haja, fáj az inge. Szóval hagyj, ez nem neked való, meg téged ez nem érdekel, de viszont voltak sokan olyan őszinték, hogy Baláskám, én marhára bírlak téged, de engem ez nem érdekel. Ez nem az én világom. És tudomásul vettem, és ez még jobban esett, mint amikor valaki ezeket a hülye kifogásokat keresi. Na most, hogyha te akarsz valamit, akkor biztos, hogy nem a kifogásokat keresed. Jó, beszélek? Nem a kifogásokat keresed, hanem a megoldást keresed. És lehet, hogy ez lesz a következő blogbejegyzésemnek a címe, hogy a megoldást keresd, ember.
Köszönöm, hogy ide kattintottál a www.musicbalu.com című blogbejegyzésemre, és legközelebb találkozunk. Köszönöm a figyelmedet, Petrik Balázs voltam.